Idén április 9-ére esik húsvét vasárnap, az ezt megelőző hetet a keresztény felekezetek nem egyformán ünneplik. A katolikus egyházban például nagypénteken a papok nem tarthatnak szent misét. Úgy kezdjük az egész csonka misét, így is mondhatjuk, keresztfordulatunkat, hogy a pap és a minisztránsok, a segítők lefekszenek hasra, leborulunk teljesen a földdel, egyé válunk, és így imádjuk az Istent, és megmutatjuk a mi semmiségünket, illetve azt, hogy mennyire hálásak vagyunk, hogy értünk adta az életét, és megváltott bennünket, amely majd másnap ugye beteljesedik a húsvét szent ünnepével. Ezen a napon van egy gyönyörű sok könyörgés, imádkozunk a hitetlenekért, a Krisztusban nem hívőkért, a államfőkért, a börtönben sillődékért, az áldott békéért, tehát rengeteg imádság van, és aztán pedig kifejezzük a hódolatunkat a kereszt előtt. Nagy szombat jellegzetes szertartása a tűzszentelés. A katolikus templomban a gyertyát, a feltámadó Krisztus jelképét a megszentelt tűzlángjánál gyújtják meg. A Tolnai vármegyeszékhely református közösségében a nagy hét első napján, hétfőn kezdetét vette egy igei sorozat, emellett szerdáig a gyülekezet tagjai minden este az úgynevezett úrasztali közösségre készültek, csütörtökön pedig egy biblia alapú monodrámát adtak elő a szekszárdi református templomban. Nagypénteken Krisztus kereszthalálának, váltsághalálának ünnepén 10 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet itt a templomban. Vagyunk együtt, addigra átrendezzük egy picit magát az úrasztalát is, nem ez a virágvasárnapi dísz lesz rajta, hanem a töviskoszorú is megjelenik, a gyász is megjelenik, de közben már átszivárog valami, átszűrődik a húsvéti örömből. A szombat az a pihenés napja a törvény szerint, ahogy a Lukács írása szerinti evangéliumban olvassuk is, nem régen ez volt a tanulmányozásunk vezérfonala, és vasárnap és hétfőn 10 órától az Úr feltámadását ünnepeljük úrasztali közösségben is. Az evangélikusoknál két fókuszpontja van az ünnepkörnek, nagypéntek és húsvét vasárnap. A jeles esemény alkalmából ilyenkor mindig úrvacsorai istentiszteleteket tartanak. Nagypéntek ünnepe mindenképp számunkra egyrészt a tragédiáról beszél, hiszen a közénk érkezett emberélet Istent, az ember az, aki keresztre viszi. Ugyanakkor mégis a győzelemről is beszél, hiszen az az Isten, aki közénk jön, Jézusban az ő szeretetét mutatja meg. Húsvét erre teszi fel a koronát, abban, hogy a feltámadásban nem csak a bűn, de a halál is legyőzetik. És Isten szeretete nem egyszerűen csak egy ilyen reménytelen szeretet, hanem egy igenis reménnyel teli szeretet ebben a világban. Aradi András hozzátette, hogy a felekezetben az idei húsvét, illetve nagy hét különlegesnek számít, ugyanis a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem néhány harmadéves teológus hallgatója passiójátékot, Jézus szenvedés történetét mutatta be több gyülekezetben is.